Ismerik azt a dalt, hogy hadakoztam a törvénnyel, és a törvény győzött? A törvény elől menekült, így élt Richard Gorman 6 évig. Egy nap a törvény lesújtott. Richard hamarosan 5-től 10 évig terjedő börtönbüntetéssel találta szembe magát, mindaddig, amíg egy anya imája ki nem szabadította onnan. A horgászat már régóta a megnyugvást jelenti Richard Gorman számára. Gyerekkorában azért jött ide, hogy elfelejtse problémáit. Vidéki gyerekként sokat horgáztam és vadásztam. Olyan időszak volt, amikor csak hátradőlhettem és nem aggódtam semmiért. Fiatal felnőttként ugyanezért jött ide, de akkoriban körözött bűnöző volt, aki menekült az igazságszolgáltatás elől. Minél keményebb voltál, annál több tiszteletet kaptál ebben a sötét világban. Ez jó érzés volt. Richardot kamaszként bajkeverőnek ismerték. Marihuánát szívott és sokat ivott. Amikor szerelmes lett egy lányba, akit feleségül is akart venni, a lány szülei a rossz hírneve miatt megszakították vele a kapcsolatot. Összetört a szívem. Szó szerint nagy ürességet okozott bennem. Fiatalként nem is értettem, hogy mi történik. Ekkor sokkal meggondolatlanabb lett. Elkezdett kimaradni az iskolából, és minden hétvégén bulizott. Ez egy bűnös élet volt, szexel, drogokkal, alkohollal, rock'n'rollal és bulis helyekkel. Idővel lopott is, és drogot árult. Számtalanszor volt előzetes letartóztatásban az évek alatt betörés és szökések miatt. Rászokott a metamfetaminra is. Ekkorra már haraggal és gyűlölettel volt tele mindenki iránt. Nem csak az volt, hogy senkit nem szerettem, hanem magamat sem szerettem. Eljutottam arra a pontra, hogy nem törődtem magammal. Ha törődtem volna magammal, sosem jutok erre az útra. Évekig menekült a rendőrség elől, amíg egyszer ittas vezetésért meg nem állították. Azt mondtam, most elkaptak. Megkérdezték, mire gondolok, mire én. Már 6 éve futok az igazságszolgáltatás elől. Elfáradtam a menekülésben. Richard a börtönben évek óta először elkezdett imádkozni és Bibliát olvasni. Kétségbe voltam esve, szükségem volt Istenre. Ő volt az egyetlen reményem. Richard korábbi tettei utolérték és 5-től 10 évig tartó börtönbüntetésre számíthatott. Felhívta az anyját, akiről tudta, hogy imádkozik érte. Nagyon fájt tudni, hogy ez lesz most egy ideig az életem. És ezt az egészet magamnak köszönhetem. Ez volt a következmény, amivel szembesülnem kellett. Azt mondtam az anyámnak, hogy szeretem. Ő azt mondta, hogy ne aggódjak, imádkoznak értem. 2 nap múlva Richardnak a bíróságra kellett mennie. Azt mondta a bíró, hogy menjek az utca túloldalára, fogjam a cuccom, és soha nem akar látni. Én meg, igenis, uram. Így átmentem az utcán, és felhívtam a szüleimet, az enyémet, és elmondtam nekik. Nem volt kétségem afelől, hogy ez nehéz. Ez nagyon nehéz. Isten jutalmazta anyám imáinak. Anyám imáinak jutalma volt, és Istennek terve volt velem. De nem tudott szabadulni a drogfüggőségtől. Egy 3 napos drogtúra után tudta, segítségre szorul. Azt mondtam Istennek, hogy meg kell állítania, valaminek változnia kell. Azt mondtam, feladom. Richard elment egy unokatestvéréhez, akivel korábban együtt drogozott. Ő már megtért, és elhívta Richardot egy gyülekezetbe. Azt mondtam, ha olyan Isten vagy, aki bármit meg tud tenni, akkor változtasd meg az életemet. Ennek el kell hagynia engem, és elkezdtem imádkozni, elkezdtem kiáltani, és mindent átadtam Istennek kint a pulpitusnál. Azt mondtam, tiéd mindenem, rossz életet éltem, és ki akarom dobni. Kiöntöttem a szívemet Istennek, megkérdeztem Istentől, hogy rábízhatom-e ezt, rábízhatom-e az életemet. Ahogy ott kiöntöttem a szívemet, mintha hallottam volna Istent, hogy mondja, fiam,
Minden rendben lesz. Hidd el, fiam, minden rendben lesz. Aztán felálltam, és visszamentem a helyemre. És ott aztán a helyemen elkezdtem dicsérni az Istent. Tudtam, hogy akkor és ott minden megváltozott. Változás történt, és az életem sose lesz már ugyanaz. Minden megváltozott. Richard keresztény barátokkal és mentorokkal vette magát körül, szorgalmasan olvasta Isten igéjét. 3 év alatt teljesen megszabadult drogfüggőségétől. Elvette feleségül Brendalint, azt a lányt, akibe iskolásként szeretett bele. 3 gyerekük van és aktívan szolgálnak. Itt vagyunk, családunk van, olyan izgalmas. Boldog vagyok, tele vagyok örömmel és reménnyel. Ez már megállíthatatlan. Richard még mindig szeret horgászni. Arra emlékezteti, hogyan gyógyította meg Isten ereje a kemény szívét. Horgászó, halászó ember is vagyok. Van célom, van sorsom. Bele kell kapaszkodni a hitünkbe, a kősziklába, a megváltó Jézus Krisztusba, és semmi sem lehetetlen Istennél.